Lászlónak és nektek is, hogy meghívtatok engem. Én most nem feltétlenül a Magyar Autonóm Néppárt nevében szeretnék szólni hozzátok, hanem civilként. Ennek több oka is van. A jelenlegi politikai helyzet, ez csak kijelezni, hogyha én most elkezdeném azokat az okokat felsorolni, illetve tovább bővíteni, hogy Fóka László barátom itt elmondott. Ami viszont nagyon fontos, hogy a kormánynak vannak olyan lépései a lakosság felé, hogy bizony ártatlan állampolgárokból bűnözőket próbál gyártani. Én úgy gondolom, hogy ez ellen közösen kell fellépni. Ugyanis nem sokára elképzelhető, hogy akik most azon mesterkednek, hogy újabb intelligens döntésekkel olyan helyzetbe hozzanak eddig ártatlan civileket, hogy kimenjenek az utcára, és lehetnek azok még a navosok is, vagy lehetnek azok bármilyen köztest viselők, mind itt lehetnek mellettünk. Ez ellen mindenkinek egyformán tiltakozni kell, így tiltakozom én is, határozottan. Néhány szót szeretnék szólni ahhoz a magatartáshoz, ami a képviselő irodaházban történt. Én nem láttam csak a tévében, illetve a kommentekből. Felháborítónak tartom valóban, hogy indok nélkül odahívott embereknek nem tették lehetővé, hogy előadják azokat a sérelmeket, amik számukra nagyon fontosak voltak. Megtehették volna egyébként, lejöhettek volna, volt már erre példa, a Jobbik lejött, mert ki lett tiltva a képviselő irodaházból, és most még én nem akarom itt elmondani, hogy mi minden lehetőség lett volna. Szerintem provokálja a kormány a civileket. Én most itt elmondom, aki fölveszi, hogy én a polgárháború elkerülése mellett vagyok. Valószínű, hogy ez a kormánynak egy nagyon ügyes, okos kis trükkje lehet, hogy belerángatja az ártatlan civileket, de ha polgárháború lesz, az nem biztos, hogy ez mindenki javát fogja szolgálni, hanem elképzelhető, hogy azoknak, akik jelenleg is regnálnak, bebetonozzák őket, hiszen kit hívjanak ők segítségül, ha csak nem saját baráti köröket. Hát minket biztos, hogy nem annyira. Már mondjuk elképzelhető, ha nagyon szoros, akkor a magyarság miatt ki kell állnunk. De én azt mondom, és arra kérek mindenkit, hogy a polgárháborús helyzetet kerüljék, a kormányt arra kérem, hogy fokozza azt a bűn és hősiesen publikált párbeszédet, ami jelenleg is hiányzik, ezt sarkaljuk, ez mellett álljunk ki, együtt Magyarországért, együtt egymásért. És úgy gondolom, hogy a 25 év alatt bizony bebizonyosodott, hogy a kormányok, akik eddig voltak, alkalmatlanok arra, hogy betöltsék azt a szerepet, amit a törvény és a választópolgárok rájuk szántak. Rendszerváltásra van szükség. Olyan rendszerre, ami az állampolgárokért, Európáért és az egész világért dolgozik. Hát nevetségesnek tartom, hogy állampolgárokat hoznak ilyen helyzetbe. Ez már a vég. Ez a véleményem, és én úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan út van Magyarország számára, ami az Európai Uniónak is, az Eurázsiai Uniónak is megfelel ebben a helyzetben, ez pedig az autonómia. Én úgy gondolom, hogy az autonóm térségeket kell erősíteni, de nem úgy, hogy ez a kormány hozza létre, mint Erdélyben. Én eddig direkt nem szóltam bele az erdélyi helyzetbe, mert ott olyan óriási a probléma, hogy azt csak nagyon drága pénzzel lehet helyrehozni. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a sajtó munkatársainak, köszönöm kedves barátaim, hajrá előre Magyarországért! Köszönjük.